A 17. század a borzalmas vallásháborúk kora Európában. Csak egyetlen idézet Oliver Cromwell 1649-es írországi hadjáratával kapcsolatban Wexford város ostromáról írja Szántó György Tibor, idézem, Cromwell minden egyes itteni polgárt a puritán angol köztársaság ellenfelének nyilvánított. Gyakorlatilag szabadjára engedte harcosainak vadállati ösztöneit. A vasbordájú szentek az utolsó szögig kirabolták Wexfordot, lakóit pedig kiirtották. Cromwell ezt az eseményt istenítéletnek minősítette, és kijelentette, hogy az írek nem emberek, hanem barbár pápista gyilkosok, ezért nem illeti meg őket az emberiességből fakadó keresztényi könyörület. Idézet bezárva. Mielőtt felekezeti egyoldalúsággal vádolna valaki, sietve elmondom, hogy az ír felkelők se voltak emberségesebbek az angolokkal szemben. A kontinensen is könyörtelen harcok folytak, mint katolikus, mint protestáns részről. Az evangéliumi békeség és szeretet ilyen megcsúfolása természetesen felvetette a kérdést a gondolkodó emberek fejében, van-e ennek értelme? Nem élhetnének-e békességben egymás mellett a különböző vallási nézetek követői? Ez pedig magával hozta a második kérdést, valóban olyan fontosak a vallási különbségek? Nem elegendő-e úgy általában hinni Istenben, és nem törődni a részletekkel? Miközben azonban ezeket a kérdéseket föltették, vigyázniuk kellett magukra, mert a politikai hatalom akkor még üldözte a vallástalanságot. Emiatt az új irányzat hívei titokban értekeztek. Angliában nagyon alkalmas volt összefogásukra a szabadkőműves páholyok szervezése. A középkori kőműves céhek általában, mint más iparos céhek is, helyhez kötöttek voltak. Egy-egy város szabói, takácsai, egyéb mesteremberei alkottak egy céhet. A C-tagság a helybeli iparűzésre jogosította föl őket. Más volt azonban a helyzet a templom építő kőművesekkel, akik ismerték és féltve őrizték a katedrálisok konstrukciójának titkait. Ők miután évekig, sőt évtizedekig építettek egy-egy katedrálist, tovább kellett, hogy költözzenek, hiszen helyben nem találhattak új munkát. Más városba, sőt más országba települtek, ott folytatták tevékenységüket. Az angliai katedrális építők is a kontinensről kerültek a Szigetországba. Emiatt az ő céhük szabad és nem helyhez kötött kőműves cé volt, olyan jogokkal, amelyek biztosították számukra a megbecsülést, még kardot is viselhettek, biztosították a független vándorlást és szakmai titkaik szigorú őrzését. Ez a szabad kőműves elnevezés legvalószínűbb magyarázata. Létezik olyan feltevés is, hogy az elnevezés a freestone, szabad kő fogalmával függ össze. A freestone faragott kő volt, amelyre készítője alakokat, domborműveket vésett, vagyis nem szabványt követett. Szabad kőműves, e hipotézis szerint, az lett volna, aki jogosult volt szabad kő faragására. A szabad kőműves elnevezés első magyarázata azonban sokkal kézenfekvőbb. Magyarázatra szorul a páholy kifejezés is. Nem színházi páholyról van szó, noha az angol lodge szó ezt is jelentheti. A lodge jelentése azonban fülke, házikó, szállás is. Így nevezték a templom építő cé kőműves szállásait, felvonulási épületeit. Hiszen a kőművesek
otthonuktól távol dolgoztak. Ezért aztán a spekulatív szabadkőművesség, amely a kőműves cég jogosítványaival élve szellemi célokra jött össze, a Lodge elnevezést adta szervezeteinek, ezt pedig a páholy szóval fordították magyarra. Ez már a bevett kifejezés lett, a szabadkőműves páholyt azonban nem a falak alkotják, hanem a tagság. Nincs nagy valószínűsége annak, hogy a spekulatív szabadkőművesség valaha egybefonódott volna az operatív szabadkőművességgel, vagyis a tényleges kőművesekkel, bár vannak, akik ezt a feltevést vallják. Amely időponttól kezdve azonban történetileg nyomon tudjuk követni a szabadkőművesség alakulását, az tisztán szellemi jellegű volt. Ez az időpont 1717. június 24-e, amikor négy szabadkőműves páholy egyesülésével megalakult az angliai nagypáholy. Nyilvánvaló azonban, hogy a szabadkőműves páholyok létezése sokkal korábbi időre megy vissza, minden valószínűség szerint a 17. század elejére, bár titkosságuk miatt kevés a biztos adat. Azok az állítások, melyek szerint a szabadkőművesség a salamoni templom építőitől, egyiptomi titkok őrzőitől, vagy a középkori templomos lovagoktól származik, nem egyebek legendánál. Van viszont valóság alapja az okkult rózsakeresztes testvériséggel való kapcsolatnak, bár a szabadkőművesség nem azonos a rózsakeresztességgel. A szabadkőművesség egyik alapokmánya az Andersoni alkotmány, Anderson nevű protestáns lelkész a szerzője, 1723-ból való. Ez a következőt szögezi le, idézem. A kőműves köteleztetik elszerződése által az erkölcsi törvénynek engedelmeskedni, és ha a művészetet, mesterséget jegyzem meg, művészetet helyesen érti, sohasem lesz ostoba ateistává, sem vallástalan szabad gondolkodóvá, de ha bár a régi időkben a kőművesek minden országban amaz ország vagy nemzet vallásán tartoztak lenni, bármely lett légyen is, most alkalmasabbnak vélhető csupán azon vallásra elkötelezni őket, amelyben minden ember egyetért. Meghagyván kinek-kinek a maga külön vélekedését, vagyis jó és igaz férfiúnak lenniük, avagy becsületben és tisztességben élőknek, bármely nevezetek, felekezetek, denominations, mondom én, tehát bármely nevezetek vagy hiedelmek különböztessék meg őket, miáltal a kőművesség az egyesség központjává lesz, és eszköz igaz barátság kötésére olyan személyek között, kik örökös távolban maradtak volna. Eddig az idézet. Mint látjuk, az alkotmány megkívánja az Istenben való hitet, de felekezeti közömbösséget és közös humanista erkölcsiséget hirdet. Már az is elég furcsa, hogy a kőművesek azelőtt mindig annak az országnak a vallását fogadták el, amelyben éltek. Már ez is vallási közömbösséget jelent, még inkább azonban az, hogy tulajdonképpen mindegy. Miközben úgy fogalmaz az alkotmány, hogy meghagyja kinek-kinek saját vallási meggyőződését, ezt másodlagossá fokozza le egy általános erkölcsiséghez képest. Az erkölcsi tökéletesedés útja egyformán nyitott mindenki számára, legyen keresztény, zsidó vagy muszlim istenhívő. Nyilvánvaló, hogy ez a gondolkodás a keresztény hit alapját, a Krisztusban kapott megváltást fölöslegessé teszi. Az ember saját erőfeszítéséből tökéletesedik. A kezdeti szabadkőművességnek leginkább megfelelő világnézet a deizmus,
mely Isten létét és a világ teremtését vallja ugyan, de Isten beavatkozását a világ és a történelem menetébe már nem. A gép forog, az alkotó pihen. A szabadkőművesség azonban többféle irányban fejlődött, a francia úgynevezett skót rendszerű 33 fokozatú szabadkőművesség a 19. században már fölhagyott azzal, hogy az Isten hitet megkívánja. Emiatt az angliai nagypáholy eretnekként kezeli. A mozgalom tehát nem egységes. A latin országok szabadkőművessége inkább haladt egyházgyűlölő ateista irányba, míg az angol szász szabadkőművesség etéren szelidebb. Szegi Ernő atya említi valahol, hogy amikor Rómában megismerkedett és összebarátkozott egy amerikai szabadkőműves fiatalemberrel, az miután részt vett egy olasz szabadkőműves páholy munkán, így nevezik az üléseket, páholy munka, tehát miután részt vett egy olasz páholy ülésen, kijelentette, hogy ez egészen más valami, mint amihez ő otthon Amerikában hozzászokott. Nyilván a heves egyház ellenességre célzott. A szabadkőművesség többféle irányzatával párhuzamosan fut, a szabadkőművesség többféle értékelése is. Az egyik szélsőséges értékelés szerint a szabadkőművesség tökéletesen ártatlan dolog. Elvégre hisz Istenben, a világegyetem nagy építőmesterében, és tiszteletben tart minden vallási meggyőződést. Ugyanakkor emberbaráti tevékenység jellemzi, hiszen a Budapesti Vakok Intézete vagy a Nemzetközi Vörös Kereszt egyaránt szabadkőműves alapítás. A másik szélsőséges értékelés szerint a szabadkőművesség nemzetközi bűnszövetkezet, amelynek szuper titkos háttér szervezete világuralmat gyakorol, vagy legalábbis annak megszerzésére törekszik. Részemről egyik szélsőséges értékelés sem tartom elfogadhatónak. A szabadkőművesség ártatlanságában nem hiszek. A francia forradalomtól kezdve a szabadkőművesek számos olyan mozgalomban működtek közre, amely a katolikus királyság megdöntésén kívül a katolikus egyház jogfosztását is célul tűzte ki. Az olasz szabadkőművesség élesen egyházellenes volt. A piemonti királyságban eltörölte a szerzetes rendeket, Róma elfoglalása és az Egyesült Itália kikiáltása után pedig a szabadkőműves Garibaldi lovasszobrát úgy helyezte el, mintha be akarna ugratni a Vatikánba és véget vetni a pápaságnak. Azóta a helyzeten szelidítettek, a szobrot elfordították. A szabadkőműves Giosuè Carducci, egyébként bolognai irodalomprofesszor és Nobel-díjas költő, 1865-ben megírta a Sátánhoz intézett himnuszát. Üdv neked, ó Sátán! Ó lázadás! Ó bosszúálló hatalom! Ó emberi értelem! Szent tömjén és imádság szálljon fel hozzád. Tökéletesen legyőzted a papok Jehováját. A Sátán itt, mint a haladás, a racionalizmus, a felvilágosodás jelképe jelenik meg, de világos a versből az Isten tagadás és az egyház ellenesség, sőt egyház gyűlölet. A szabadkőművesség ártatlanságáról beszélni, ezek után naívság. Nem csoda, hogy az egyház mindig kiállt a szabadkőművesség ellen. 1738-ban 12. Kelemen pápa in eminenti apostolatus specula bullája kiközösítéssel sújtja
a szabadkőművesség belépőket. 14. Benedek 1751-ben megjelent Providias bullája megismétli ezt az állásfoglalást. 7. Pius 1821-ben, 12. Leo 1826-ban, 16. Gergely 1832-ben, Boldog 9. Pius 1846-ban és 1865-ben, majd 13. Leo pápa az alapos Humanum Genus enciklikában foglalt állást a szabadkőművességgel szemben. A Humanum Genus enciklika 1884-ben jelent meg, de 13. Leo még 1892-ben két újabb dokumentumot bocsátott ki a szabadkőművesség ellen. Az 1917-ben megjelent egyházjogi kódex 2335. kánonja így rendelkezik, idézem: mindenki, aki belép a szabadkőművesek szektájába, vagy más oly hasonló közösségbe, amelynek tevékenysége az egyház vagy a törvényes állami felsőbbség ellen irányul, automatikusan a Szentszéknek fenntartott kiközösítésbe esik. Idézet bezárva. A II. Vatikáni zsinat utáni nyitottabb atmoszférában sokan feltették a kérdést, nem volna-e helyes ezt az önmagától beálló kiközösítést visszavonni. Seper Bíboros, a hittani kongregáció akkori prefektusa, 1974-ben olyan tájékoztatást adott, hogy az egyházi törvénykönyv reformjáig, mert akkor már az ki volt tűzve, ilyen változtatás nem lesz. De a kiközösítés beállását szorosan kell értelmezni, vagyis csak akkor áll be, ha a szabadkőművesség valóban egyházellenes tevékenységet folytat. Ez az engedékeny nyilatkozat eléggé félreérthető helyzetet teremtett. Vissza is éltek vele. Seper Bíboros 1981-ben újabb köriratban próbálta tisztázni a helyzetet, hangsúlyozva, hogy az egyházjog nem változott, és a szoros törvény értelmezést csak az egyedi esetek megítélésében szabad alkalmazni. Az új egyházi törvénykönyvet II. János Pál pápa 1983. január 25-én hirdette ki. Ez már nem nevezi néven a szabadkőművességet, és nem szab ki önmagától beálló kiközösítést. Bár van egy kánonja, az 1374., amely vonatkoztatható a szabadkőművességre, de ebben sincs önmagától beálló büntetés. A helyzet tisztázására azonban a hittani kongregáció, amely akkor már József Ratzinger bíboros, mostani szentatyánk vezetése alatt állt, 1983. november 26-án közzétett egy nyilatkozatot. Ez kimondja a következőt, idézek megint: az egyház változatlanul negatívan ítéli meg a szabadkőművesség egyesületeit, melynek alapelvei tanaival összeegyeztethetetlenek, ezért megtiltja híveinek, hogy ilyen szervezetekbe belépjenek. Azok a hívők tehát, akik szabadkőműves szerzetesek tagjai, a súlyos bűn állapotában vannak, s nem járulhatnak szentáldozáshoz. Idézet bezárva. Ez a határozott és félreérthetetlen nyilatkozat mindmáig változatlan érvényben van. A szabadkőművesség nem ártalmatlan. Másfelől azonban azt se tudom elfogadni, hogy a szabadkőművesség bűnszövetkezet. Azok a legendák, amelyek az áruló szabadkőművesek kivégzéséről beszélnek,
többnyire az ön elátkozásokon alapulnak, amelyeket a szervezetbe lépők minden fokozatban végeznek, valóban szörnyű büntetéseket szabva magukra, arra az esetre, ha esküjüket megszegnék. Csak hogy nincs szó arról, hogy ezeket a büntetéseket valaki végre is hajtaná. A történelem egyetlen egy esetet ismer, amikor társai valóban megölték az áruló szabadkőművest, 1826-ban William Morgan az áldozat neve, de ez Észak-Amerikában történt, a lincselések hazájában. 13. Leó is emleget gyilkosságokat a Humanum Genus enciklikában, de nem szabad elfelejteni, hogy ő közelről mégiscsak az olasz szabadkőművességet ismerhette, amely viszont szorosan egybefonódott a karbonári mozgalommal. Márpedig ennek tagjai, bármilyen idealista módon ír róluk Jókai és Mégis mozog a Föld című regényében, tagadhatatlanul fölesküdt orgyilkosok voltak. Arra is gondolni kell, hogy 13. Leó idejében az egyház politikailag még egyértelműen a katolikus monarchia mellett tört lándzsát. Viszont a katolikus monarchiákat felszámoló vezéregyéniségek, szabadsághősök szinte mind szabadkőművesek voltak. Köztük a dél-amerikai Simón Bolívar, vagy a mexikói Benito Juárez. Mint az ex-jezsuita és ex-szabadkőműves nagy töhötöm írja a fiatal argentin köztársaságról, Buenos Airesben, ez idézet, a politikai ügyeket a páholyokban beszélték meg, és ott döntöttek közösen, csak a végrehajtást hagyták meg a látható politikai élet számára. A kormányzókat a páholyokon belül választották ki, és ha egy tisztviselő elkezdte elhanyagolni a szabadkőműves székház látogatását, állami állásából elbocsátották, idézet vége. Ezek a politikai folyamatok úgy gondolom akkor tetőződtek, amikor az első világháború végén a győztes Antant nem engedte vissza a trónra a katolikus Habsburg házat, nevezetesen Boldog IV. Károly királyunkat. Ebben minden valószínűség szerint nagy szerepet játszott a szabadkőműves befolyás. 13. Leó szemléletében a köztársasági irányzat maga még az államrend felforgatására irányuló összeesküvésnek számított. De azóta az egyház megbékült a liberális demokráciával is, amennyiben az biztosítja az egyház jogait. Ugyanakkor a történelemben még gonoszabb, irracionális erők jelentkeztek, amit Thomas Mann a Varázshegyben a szabadkőműves Settembrini és a kommunisztikus nézeteket valló gyanús jezsuita Nafta konfliktusával ábrázol. Hazánkban Settembrini az őszi rózsás forradalomban testesült meg, de hamarosan átadta helyét Naftának, a vörös terrornak. Mussolini, Hitler, Stalin nem tűrték meg a szabadkőművességet, épp úgy üldözték, mint az egyházat. Legyünk tehát tárgyilagosak, a katolikus hit és a szabadkőművesség alapelvei nem férnek össze. De az indokolatlan gyanúsítás bűn, a keresztény hívőnek el kell utasítania azt a paranoiás beállítottságot, amely mindenütt szabadkőműves összeesküvést lát. Jellegzetes egy ilyen szellemű szerző állítása, mely szerint Habsburg Otto a párizsi Martinovics páholyban tett látogatása alkalmából azért helytelenítette Martinovics Ignác hajdani kivégzését, mert, idézek, körülvéve mintegy 100 emberrel, akik törrel is fel voltak fegyverkezve, nem tudott kitérni a kényszer elől, idézet bezárva. Hát az ilyesmit nem lehet komolyan venni. Ha Otto főherceg helytelenítette Martinovics kivégzését, az valószínűleg azért történt, mert
jogi vagy politikai fenntartásai voltak vele kapcsolatban. Nem pedig azért, mert attól tartott, hogy a szorgalmas páholytagok fogják magukat és a szabadkőműves páholymunka keretei között feltrancsírozzák. Ez nem csak nevetséges, hanem ocsmány rágalom is. Goethének, Lincolnnak, Einsteinnek, vagy Kossuth Lajosnak, Andrássy Gyulának, Benedek Marcelnek számos nézetét nem osztom, de azt tagadom, hogy bűnszövetkezet tagjai lettek volna, nem olyan emberek voltak. Ugyanakkor szabadkőműves voltukhoz nem fér kétség. A szabadkőművesség tehát eszmeileg elfogadhatatlan. Ha a róla szóló rágalmaknak nem is adunk hitelt. És most következik a csattanó. Mondani valóm lényege. Az okkult a priori. A szabadkőművességnek rituáléja van. Zavaros szertartásokat őriz, amelyeket misztikus homály és vallási kuszaság jellemez. Kereszténységet kevernek pogánsággal. Ezeket egyáltalán nem tekinti fölöslegesnek, ellenkezőleg nagyon is fontosak, hozzátartoznak a szabadkőművesség identitásához, hogy miért arra nincs válasz. Eredetük is kétes, nem tudjuk pontosan, hogy a középkori kőművesek C rituáléiból vagy a rózsakeresztesek misztifikációiból erednek-e, de a szabadkőművesek ragaszkodnak hozzájuk. Ez okkult a priori, vagyis mágia, és a mágia démont idéz. Derek Prince, protestáns bibliatanító, leírja, hogy egy alkalommal azért imádkoztak feleségével Ruttal, hogy egy kisbaba, aki nem akart enni, újból rendszeresen táplálkozzék. Ruth ezt az ismeretszavát kapta a gyerek anyjáról, az apja szabadkőműves. Mondjon ellene annak a léleknek. A fiatal anya, nehezen préselve ki magából a szavakat, ellene mondott a szabadkőművesség démoni lelkének, és abban a pillanatban elnyújtott kiáltás kíséretében elhagyta a tisztátalan szellem. Ugyanakkor a kisgyermek, akit Ruth tartott karjában, hasonló kiáltást hallatott, mint az anyja. A kontextus még az unokát is démoni befolyás alá helyezte, de Jézus győzött, a baba azonnal elkezdett enni, az anya tekintete is kitisztult, a kőműves démon eltávozott. A szabad kőművesség nem bűnszövetkezet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy jó. Pogányság és mágia, démonok szálláskészítője. Páholyai a hazugság atyának templomai.